Ádás békesség. Áldottak a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. John Piper atya tanítása alapján. Az első dolog, amit ebből az áldottságmondásból megtanulunk az, hogy Jézus a szívünkkel is foglalkozik. Nem elég, ha külsőleg megtisztítjuk magunkat tehát. Jaj nektek, képmutató írás tudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van vágyal és féktelenséggel. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Máté 23, 25, 26. Jézus célja nem a társadalom illemszabályának megreformálása, hanem a hozzád és a hozzám hasonló bűnösök szívének megváltoztatása. Így például Jézus nem lenne elégedett egy olyan társadalommal, amelyben nem történne házasságtörés. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy nőre, már házasságtörést követett el a szívében vele. Máté 5.27.28 Ki vagy te? A szív az, ami vagy. Gondolataid és érzéseid titkában senki sem ismeri, csak Isten. És az, hogy mi vagy a láthatatlan gyökérnél, ugyanannyit számít Istennek, mint az, hogy mi vagy a látható ágnál. Az ember a külsőségeket nézi, de az Úr a szívet nézi. Első Sámuel 16 7. A szívből fakad az élet minden kérdése. Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és az teszi tisztátalanna az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az Isten káromlások. Írja Máté 15.18.19 Vagy jelentsétek ki, hogy a fajó jó, és a gyümölcse is épp úgy jó. Vagy nyilvánítsátok rossznak, hisz gyümölcséről lehet a fát felismerni. Viperák fajzatai, hogy beszélhetnétek jót, mikor gonoszak vagytok, a száj ugyanis a szív bőségéből szól. Máté 12.33-34 A szív tehát teljesen és döntő fontossággal bír Jézus számára. Az, hogy milyenek vagyunk életünk mély magánzugaiban, az érdekli a legjobban. Jézus nem azért jött a világra, mert van néhány rossz szokásunk, amit meg kell törni. Ő azért jött a világra, mert a szívünket meg kell tisztítani a világ szennyétől. A kormányzat tehetetlensége. Gondolkodtál mostanában azon, hogy a központi kormányzatot mennyire nem érdekli a családok jövője? A család eltűnőben van. Központilag igyekeznek eltüntetni a családot, mint életformát ehhez bevetnek minden lehetőségükre álló eszközt. Leginkább az emberi méltóságot alapjaiban sértő és gyalázó, felvilágosultnak és modernnek nevezett, mélységesen aberrált és degenerált nyugati gondolkozást. A gyerekek egyre nagyobb aránya nő fel apa nélkül. Szinte már ritkaságnak számít az olyan valódi család, ahol az anya mellett vérszerinti apa is van a felnövekvő gyerekekkel. A kormánynak nem célja, hogy az emberek között erős érzelmi kapcsolatok legyenek. A kilátás tragikus. A mozaik és csonka családban felnövő gyerekek azt a modellt viszik tovább. Elképzelésük sincs a család valódi fogalmáról, vagy ha mégis, azt csupán néhány öreg meséjéből hallják. A kormányzatnak sikerült a társadalom legkisebb, legerősebb magját, sejtjét, építőelemét, a családot is szétverni. Ez volt a célja. Jézus szavai ma is érvényesek, sőt, ma talán sokkal jobban, mint egy korona. A házasságon kívüli gyermekeket korábban törvénytelennek nevezték. A törvény lényegében megszűnt, és a házasságkötés, mint olyan, kihalóban. Születnek gyerekek, nem túl sokan, miközben se nekik, se a szüleik számára nincs biztos szerep, sem elsajátítható, sem megélhető. Megszűnt a tiszta szív, a tiszta erkölcs, a családra épülő társadalom. Felváltotta valamiféle emberhalmaz, amely sem csoportnak, sem közösségnek, sem nemzetnek nem tekinthető. Egy összetartozás nélküli emberhalmazt a kormány kiválóan tud irányítani, és természetesen maximális mértékben kihasználni. A kormányra veszélyes, ha az emberek összetartanak. Az pedig főleg veszélyes, ha össze is fognak. Hogy ezt ne tehessék, mindenféle ember és ember közötti kapcsolatot igyekeznek erőszakosan széttépni. Ennek érdekében akár törvénytelen módon házi őrizetbe kényszerítve őket, de a közösségi terek, színházak, könyvtárak, uszodák, kocsmák és így tovább bezárásával. Pontosan ugyanez a cél az emberek halára dolgoztatásával is. Az iskolák, az orvosi rendelők, a szülészetek felszámolásával is pontosan ugyanez a céljuk. Az élhető emberi minőség megszüntetése, a közösségek felszámolása, a szellemi és a fizikai kiszolgáltatottság megteremtése, a kulturális megsemmisítés elérése. A kormány számára nem létezik tiszta szív politikája. A kormány kiszolgálói és haszonélvezői pedig szorgalmasan, lelkesen, kitartóan és odaadóan végzik ezt a rombolást. Legkisebb lelkiismeret furdalás nélkül lakoltatnak ki tízezreket, ha éppen ez a parancs. És még ez sem elég. 70 évet törekszenek napi szinten a harmadik világháború kirobbantására, az egész földbolygóra kiterjedő atomtűz begyújtására. Megtehetik, hiszen hagyjuk nekik. Meg fogják tenni? Igen, szemrebben és nélkül, erre törekszenek. Az ember nem érték számukra, de hogy nekünk se legyen az, ez már gond. Ez életveszélyes gond. A törvénytelenségek kormányzati szintre emelkedtek. Saját maguk emelték a törvénytelenséget a kormányzati szintre természetesen miközben tombol a szegénység, az éhezés, a nélkülözés, az idősek és vagy betegek elhanyagolása, a nyomorúság, a kiábrándultság, a betegségek még felsorolni sem lehet. Szerencsére és olykor olykor látni ellenpéldákat is, mert igenis vannak tiszta szívű emberek, vannak és élnek igaz barátok, ismerősök és ismeretlenek. Számukra pedig egészen felkavaró a Jézusi ige. Áldottak a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Ha őket is elveszítjük, az igaz barátokat, a tiszta szívű ismerősöket és ismeretleneket, az emberinek nevezett kultúra végképp rombadől. De hát éppen ez a cél. Az emberi kultúra romba döntése és valamiféle aberrált, messze az állati szint alatti, teljesen degenerált és sötét viselkedési minta törvényessé tétele a kommunista világrendé. Van -e ellenszer? Természetesen igen. Ez érdemes három kérdést megvizsgálni. Mit jelent Istent látni? mindenek előtt bebocsátást nyerni a jelenlétébe. Másodszor elképzelhetetlen dicsőségének hatása alá kerülni. Harmadszor a tiszta szívűség célja Isten személyes meglátása. Gyakorlatilag minden szellemi látásunk ebben az életben Isten igéje vagy Isten gondviselésében végzett munkája által közvetített a számunkra. Az ő dicsőségének képeit és visszatükröződéseit látjuk, halljuk hangjának visszhangját. De eljön majd a nap, amikor maga Isten fog közöttünk lakni. Az ő dicsőségére többé nem fogunk következtetni villámokból, hegyekből, háborgó tengerekből és csillagképekből. Ehelyett közvetlen lesz vele a tapasztalatunk, az ő dicsősége maga lesz a fény, amelyben mozgunk, jelenések 21 -23. és szentségének szépségét közvetlenül fogjuk megizlelni. Istent látni tehát nem csupán azt jelenti, hogy bebocsátást nyerünk jelenlétébe, hanem azt is, hogy dicsőségének közvetlen megtapasztalásának hatása alá kerülünk végigasztalást nyújtson a kegyelme által. Végül Istent látni azt jelenti, hogy az ő kegyelme által végigasztalódunk. A zsoltárok szerzői újra és újra Istenhez kiáltanak, hogy ne rejts el arcát előlük. Például a 27. zsoltárban, 7-9 versekben Dávid azt mondja. Hallgasd meg, Uram, amikor hangosan kiáltok. Légy kegyes hozzám, és válaszolj nekem, ne rejtsd el orcádat előlem. Ne rejtsd el orcádat előlem. Ez ugyanaz, mintha azt mondanád, légy kegyes hozzám. Ez azt jelenti, hogy Isten arcának látása kellemes és vígasztaló élménynek számít. Ha Isten megmutatja az arcát, akkor megsegít minket. Ha elfordítja az arcát, akkor bajba kerülünk. Amikor tehát Jézus az Isten látásának jutalmát ígéri, legalább ez a három dolog benne van. Bebocsátást nyerünk a jelenlétébe, nem csak a váróteremben tartanak bennünket, dicsőségének közvetlen megtapasztalását fogjuk megérezni, és az ő kegyelme segíteni és vígasztalni fog bennünket. És mindezt megkaphatjuk és megkapjuk részben most, Részben pedig az eljövendő korban, ha tiszta szívűek vagyunk. Mit jelent tiszta szívűnek lenni? Során Kirgárd írt egy könyvet, amelynek címe: A szív tisztasága az, hogy egy dolgot akarunk. Ez nem rossz meghatározás, feltéve, hogy az az egy dolog, amit akarunk, isten dicsősége. Dávid szerint hadd próbáljam meg megmutatni, honnan származik ez a meghatározás a Szentírásból. Kezdjük a legközelebbi ószövetségi párhuzammal ehhez az áldottsághoz, nevezetesen Zsoltárok 24.3.4-jel. Ki Kimegy fel az Úr hegyére, és kiállhat meg az ő szent helyén, akinek tiszta keze és tiszta szíve van, aki nem emeli fel lelkét arra, ami hamis, és nem esküszik álnokul. Az ezt követő mondatokból láthatjuk, hogy Dávid mit ért tiszta szív alatt. A tiszta szív olyan szív, amelynek semmi köze a hamissághoz. Fáradhatatlanul igazmondó és mentes a családságtól. A családság az, amit akkor teszel, amikor két dolgot akarsz, nem pedig egyet. Egy dolgot akarsz tenni, és azt akarod, hogy az emberek azt higgyék, hogy egy másik dolgot teszel egy dolgot akarsz érezni, és azt akarod, hogy az emberek azt higgyék, hogy egy másik dolgot érzel. Ez a szív tisztátalansága. A szív tisztasága azt jelenti, hogy egy dolgot akarunk. Nevetesen, hogy keressük az Úr arcát. Jakab szerint. A tisztaságnak ezt a gondolatát a Jakab 4.8-ban is olvashatjuk. Közeledjetek Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeteket, ti bűnösök, és tisztítsátok meg szíveteket, ti két színű emberek. Figyeljük meg, hogy a 24. Zsoltához hasonlóan itt is van utalás mind a tiszta kezekre, mind a tiszta szívre, mind az Istenhez való közeledés, vagy az Úr hegyére való felmenetel előkészítésére. De figyeljük meg, hogyan írja le azokat az embereket, akiknek meg kell tisztítaniuk a szívüket. Kettős elmélyű emberek. Vagyis olyan emberek, akik két dolgot akarnak, nem csak egyet. A kettős gondolkodás tisztátalanságát a Jakab 4.4-ben magyarázzuk. Hűtlen teremtmények, szó szerint házasságtörők. Nem tudják, hogy a világa való barátság ellenségeskedés Istennel. Ezért, aki a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé teszi magát. Tehát a nyolcadik versben szereplő kettős gondolkodású embernek a szíve meg van osztva a világ és Isten között, mint egy feleségnek, akinek van félje és barátja. A szív tisztasága ezzel szemben azt jelenti, hogy egy dolgot akarunk, nöletesen teljes és maradéktalan hűséget Istennek. Jézus szájából. Ha tehát megkérdezzük, hol magyarázta Jézus az evangéliumokban a szív tisztaságát ilyen módon, a választ Máté 22.37-ben találjuk. Az Urat, a te Istenedet szeresd teljes szívedből. Nem pedig a szíved egy részével, nem kettős vagy megosztott szívvel, a tisztátalanság lenne bizony. A szív tisztasága nem csalás, nem kettős gondolkodás, nem megosztott hűség. Isten az, aki megtisztítja a szívet, és az eszköz, amelyel megtisztítja a hit. A szív tisztasága tehát azt jelenti, hogy egy dolgot akarunk, mégpedig Isten igazságát és Isten értékét mindenben, amit teszünk. A tiszta szív célja, hogy Isten igazságosságához igazodjon és Isten értékét felmagasztalja. Ha tiszta szívű akarsz lenni, teljes céltudatossággal törekedj Istenhez. A szív tisztasága azt jelenti, hogy azt az egy dolgot akarjuk. Marad még egy utolsó kérdés. Hogyan kapcsolódik össze a kettő? Jézus itt a válasznak csak egy részét adja meg. Ez egy igaz rész, de csak egy rész. Azt mondja, hogy a tiszták meglátják Istent. Vagyis a tisztaság az Isten látásának előfeltétele. A tisztátalanok nem kapnak bebocsátást az ő jelenlétébe, nem remegnek meg az ő szentségének dicsőségétől, és nem vigasztalja őket az ő kegyelme. Jézus válasza visszatér a tanítványoknak Máté 19.26-ban, és ez a válasz többi része. Embereknél lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Más szóval, Isten tisztaságot teremt számunkra és bennünk, hogy tisztaságra törekedhessünk. Szívünk válasza pedig Isten teremtő tettére, és Jézus áldozati tettére, a Jézusba, mint úrba és ő bele vetett személyes, egyszemélyes hit hogy a Szentírás mondja az apostolok cselekedetei 15.9-ben. Isten nem tett különbséget közöttünk és közöttük, hanem megtisztította szívüket a hit által. Isten az, aki megtisztítja a szívet, és az eszköz, amelyen megtisztítja a hit. Ezért bízzatok az Úrban teljes szívből. Példabeszédek Akarjátok ezt az egy dolgot, és meg fogjátok látni az Istent, hiszen mondatot, áldottak a tiszta szívek, mert meglátják az Istent.